A Vakok és Gyengéllátók Tolna megyei egyesülete ünnepi műsor keretében emlékezett meg a Fehérbot világnapjáról. A jeles napot október 15-én tartják. A megemlékezés azért is fontos, hogy felhívják a figyelmet a vakok és gyengéllátók problémáira. A szekszárdi székhelyű egyesület napi szinten tud támaszt nyújtani a fogyatékkal élő társaiknak. Gyerekkoromban, mivel vakon születtem, ők az egyesület vezetősége, illetve a tapasztaltabbak, úgy mondom, segítettek édesanyámnak, meg édesapámnak, hogy embert neveljenek belőlem. Az ünnepségen részt vett Csillagné Szántó Polixéna önkormányzati képviselő, a közgyűlés szociális bizottságának korábbi elnöke is, aki elmondta, hogy az önkormányzati segíti a vakokat és gyengéllátókat, de amit nagyon fontosnak tart, hogy a fogyatékkal élők is nagyon sokat tesznek azért, hogy minél jobban beilleszkedjenek a társadalomba, élnek az egyesület adta lehetőségekkel. Vannak kulturális programok is, tehát ők is, maguk is szerepelnek, verset mondanak, énekelnek. Vannak például számítógépes tanfolyamok, megtanulják a számítógép kezelését, az okostelefon kezelését, masször tanfolyam, tehát ezek mind olyan dolgok, amik ahhoz járulnak hozzá, hogy ezek az emberek teljes értékűnek érezzék magukat. Az eseményen átadták a dr. Tész László emlékérmet is, amit idén Csillagné Szántó Polixéna kapott.